A 2020-ra bevezetésre kerülő nemzeti alaptanterv és az ehhez kapcsolódó kerettanterv adja meg a választ arra, milyen kormányzati szándékok jutnak kifejezésre az iskolai testnevelés oktatásban. Hamar Pál, a testnevelő tanárok országos szövetségének elnöke azt mondta, ebben kiemelt fontos szerep jut a honvédelem kérdésének. Ez már elég régóta napirenden van. A fiataloknak nem csak a fizikai aktivitás edzettsége alacsony szintű, hanem egyszerűen, mivel nincs sorkatonai szolgálat, ilyen típusú képzést vagy ilyen tevékenységet nem folytatnak, nem kapnak. Tehát ilyen értelemben mindenképpen kell, hogy ebben valamiféle előrelépés legyen, és a két legújabb tantervi dokumentum ebben előre is fog lépni. Nem nagyon rigorózus, szigorú katonai drillre gondoljunk, nem alaki kiképzésről van szó, de egyszerűen kellenek olyan gyakorlatok, amelyek lehetővé teszik, hogy mondjuk a fiataloknak ilyen típusú képzettsége is legyen, illetve erre felkészítse őket az iskola. Sárfalvi Péter helyettes államtitkár arról beszélt, érezhető a hatása a mindennapi testnevelés bevezetésének. Ennek infrastruktúrális háttér kialakítását a kormányzat kiemelt feladatként kezeli. Országszerte épülnek a tanúszodák, tornacsarnokok, komplett új iskolák, úgyhogy azt gondolom, hogy óriási lépést tettünk afelé, hogy ezt a végső célt, hogy a gyerekek mondjuk 90-100%-a tényleg minden nap mozogjon és végezzen rendszeres testmozgást, ezt elérjük egyszer. A Bonyhádi Petőfi Evangélikus Gimnázium harmadszor adott otthont a testnevelő tanárok országos tanácskozásának. Unodi Szabolcs, az intézmény egykori igazgatója kiemelte, nagyon fontos a fair play szellemének a testnevelésen keresztüli megtanítása, és ez az iskola egész oktatási programjának egyik alapgondolata lesz a jövőben.